Június 9-e, féltőn szerető Isten. Mai igénk Mózes 5. könyve, 18. fejezetének 9. verse. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Isten a népével kötött szövetség feltételéül szabta, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. Vagyis hitét és bizalmát a nép csak Istenbe vesse. Azért fontos kikötés ez, mert az ördög mindig az Istenbe vetett bizalmunkat igyekszik megingatni, s olyan segítséget kínál fel, amelyel elszakít Istentől. Ezért az ígélet földjének határán Isten egész konkrétan óvta népét ettől a bűntől, ne legyen köztetek varázsló, igéző, jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert útálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek azért veszélyesek az emberre, mert a hitét kötik le, s így Istentől elszakadva Védtelenné válik. Ettől félti Isten az övéit, ezért mondja a Biblia, hogy ő féltőn szerhető Isten. Amíg Mózes átvette a tíz parancsolatot az últól, addig a nép fülbevalókból boljút öntött, és úgy kezdték imádni, mintha az hozta volna ki őket Egyiptomból. Ugyanilyen ostobaság és Isten káromlás minden mai babonaság is. Sokan nem tudják, hogy ős ellenségünk, az ördög mindent elkövet, hogy Isten helyett őt imádják, benne bízzanak, tőle kérjenek segítséget. Aztán benyújtja a számlát, és az ilyennek gyakran súlyos következményei vannak. A ma ezoterikus ajánlatok mögött is ez az öldögi szándék bújik meg. Tudjuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt. Ezért tud segíteni azokon is, akik a gonosz csapdájába léptek. Jézushoz kell fordulnia mindenkinek, mert ő azért jött, hogy az ördög munkáit leoncsa. A benne való álhatatos hit Védelmet nyújt minden sötét támadástól.